Sok szeretettel köszöntök mindenkit 2023. április 4-i rendes nyilvános testületi ülésünkön. Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak a múlt hét csütörtöki rugalmasságot, ami betegség miatt kénytelenek voltunk lemondani a testületi ülést. Megállapítom, a képviselőtestületi ülés ma is szabályszerűen került összehívásra. Jelenleg 11 fővel határozatképesek vagyunk, de Németh Tibor képviselőtársunk egy kicsit később fog csatlakozni hozzánk. Ezennel a testületi ülést megnyitom, és egy új napirendi pont felvétele szükséges. A meghívónk nem tartalmazza a 13-as számmal a Bicskei Tornaklub Egyesület által tulajdonosi hozzájárulási tárgyban benyújtott kérelmüket tartalmazó napirendi vagy előterjesztést, és ezt most fel kell, hogy vegyük a napirendjeink közé. Tehát így akkor ez lesz a 14. és a képviselői bejelentések lesznek a 15-ös számú napirendi pontunk. A módosított napirend elfogadására teszek most javaslatot, aki ezt támogatja, ezt kérem, hogy jelezze. Ez 11. Köszönöm szépen. Első napirendi pontunk a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak eseményeiről. Most az idő és az élet valahogy úgy hozta, hogy nem kiosztósba kapják meg, hanem sikerült kiküldeni önöknek. Azóta van benne változás, de nyilván majd ezt a következő testületi ülésen olvashatják. Úgyhogy arra kérem képviselőtársaimat, hogy ha amennyiben van kérdésük, akkor legyenek kedvesek ezt feltenni, és hogy meg tudjam önöknek válaszolni a kérdésüket. Dániel. Köszönöm szépen. A 75-ös és 77-es pontokra kérdeznék rá. Itt mind a kétszer a hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyeztetés történt, egyszer a Zöldbicske Kft-vel, egyszer a Vertikál Zrt-vel. És igen, örülnék, hogyha esetleg arra is kapnánk választ, hogy ugye nyáron a hulladékgazdálkodás át fog alakulni országosan. Ez mit jelenthet Bicske számára és a Zöldbicske számára? Köszönöm. Köszönöm szépen. Másnak van esetleg kérdése? Jó, akkor nagyon egyszerűen és gyorsan fogok tudni válaszolni mind a két ponttal kapcsolatban. Folyamatosan egyeztetünk elsősorban a Zöldbicske ügyvezetőjével és a Vertikál vezetőjével is tulajdonképpen azzal kapcsolatban nem tudunk még fixet jelen helyzetben mondani, hogy így vagy úgy fog alakulni a hulladékgazdálkodás, de ugye ez júliusra fel kell, hogy álljon, és egy másmilyen konstrukcióban kívánják működtetni a hulladékgazdálkodást. Amint erre vonatkozólag van bármilyen jellegű információ, amivel tudom tájékoztatni a képviselőtársaimat, ezt meg fogom tenni. Tehát tulajdonképpen konkrétumról nem tudok konkrétumot elmondani, hanem ezeket az esetőségeket vizsgáljuk, hogy minél kevesebb nehézséggel tudjunk majd átállni erre a feladatellátásra. Köszönöm szépen. Hogyha nincs egyéb kérdés, nincs egyéb jelentkező, akkor arra kérem önöket, hogy aki a beszámolót elfogadja, az most jelezze. Ez 11, igen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, polgármester beszámolója az zárt ülésen hozott döntésekről. Ugye az átülésen, az általunk meghozott döntésekről elkészült a beszámoló, az előterjesztést nem tárgyalta egyik bizottság sem. Megnyitom a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor arra kérem önöket, aki a beszámolót elfogadja, az most jelezze. Ez 11, igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk Bicskeváros önkormányzat helyi esélyegyenlőség programjának elfogadásáról szóló előterjesztés. Képviselőtársaim ismert az előterjesztés, hiszen javaslatokat kértem önöktől korábban ezzel kapcsolatban. Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik fontosnak gondolták és tettek javaslatokat a munka segítségéhez. Tekintettel arra, hogy korábban elkészített program ideje lejár, ugye szükségessé válik 5 évente a helyi esélyegyenlőségi programot elfogadnunk, ezért megalkottuk az új hervet, és figyelembe vettük Farkas Henrietta
mentor javaslatait és a belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevétele mellett is készült el ez az esélyegyenlőségi terv. Az előterjesztést tárgyalta a Humán Erőforrások Bizottsága, megkérem elnök asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester asszony, a bizottságunk egy hangulat igennel elfogadta. Köszönöm. Egyéb javaslat nem érkezett, tehát így, ahogy volt, egyetértett. Nem, teljesen rendben. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, megnyitom a napirend felett a vitát, képviselőtársaimnak illetőnek a szó. Doktor úr? A táblázatokkal kapcsolatban ezek az adatok, ezek pontosak. Tehát valahol, mert például van egy ilyen, hogy az állandóan, itt állandó bicskei lakosoknak a száma, évről évre ugye csökken, majd kiemel egy évet, és nem ugyanazok a számok szerepelnek, hogy ezt mindjárt mondom, csak próbálom megtalálni a táblázatot. Azt hiszem, hogy az ötös számú táblázat, hogyha... Mert fogalmakkal nem vagyok tisztában, hogy mit jelent az, hogy állandó lakos, mit jelent az, hogy lakos, vagy mit jelent. És folyamatosan változik a létszám, tehát mondjuk mit tudom én, 11 ezer valahány száz főnek mondja a bicskei számokat, és utána 12.200-al számol. Tehát, hogy ezek a táblázatok, azok hogy jöttek létre? De közben próbálom megkeresni a száz oldalba. Közben jelentkezett jegyző úr, adhatok neki szót, igen, akkor köszönöm, lehet, hogy köszönöm válaszok. Szépen. Doktor úr pont ugyanezt kérdezte a múltkor is. 5 évvel ezelőtt? Nem 5 évvel ezelőtt, mert nem olyan régen volt, csak egy módosítás, és pont ugyanazt fogom válaszolni, mert ez nem egy statikus adat. Ugye azt, hogy hányan vannak Bicskére bejelentkezve, abból tudunk kiindulni a személyadat és lakcím nyilvántartás adataiból. Ez napról napra változik. Tehát maga a táblázat, az ez alapján készül. Az állandó lakos, az állandó bejelentett lakos, akinek a bicskei cím szerepe a lakcímkártyáján. Igen. És a másik lakos akkor, mert ugye két, nézze meg, hogyha megnézi a 2019-es évet vesz alapul, és teljesen más adatok vannak. Szignifikáns a különbség statisztikailag? Igen. Tehát közel 1000 fő. Program végrehajtása szempontjából releváns egyébként? Nem csak a táblázatoknak a pontossága miatt, mert az ember kíváncsi, annyira szép az egész tanulmány. Tehát csak példának mondom, hogy milyen szépségek vannak. Nem tudom, hogy van-e más hely a világon, ahol a férfiak többen vannak, mint a nő. Bicske egy ilyen hely. Tehát ez ilyenek szép. Vannak. Ez képviselő az, hogy is jelezte, hogy ez egy igen jó. Nem csak mondom, hogy tehát ilyen érdekességeket találtam, és azért kérdezem, hogy ezek a táblázatok, azok mennyire pontosak. Tehát ez most így... A felvetett ügyben, amit említett, jól megtanulmányoztuk, teljesen releváns a felvetés, hogy a nők többen vannak, mint a férfiak, úgyhogy van még feladat. Férfiak vannak többen. Nem. De férfiak vannak többen. Ja, bocsánat, én most a feladatellátásban mondtam, mert Jutka ott jegyezte meg elnézést, akkor én nem értettem volna felvetést. Bocsánat, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a megállapítás, ez az előző hetben is, mert benne volt ugyanaz a mondat. Igen. Ezt nem vettem észre, most vettem észre, de... Akkor egy szóval emlékezett, hogy a kérdés ugyanaz volt az előző. Igen. Én kompromisszumos megoldást javasolnék a képviselőtestületnek. Nem belekötni, bocsánat, csak kíváncsi vagyok, hogy ezek a táblázatok mennyire pontosak. Hát a művet ugye társadalomtudománnyal foglalkozó emberek, illetve módszertan alapján készül, nem pedig statisztika, mint tudományt művelők által, így hát ilyen előfordulhat benne, de a végrehajtás szempontjából én úgy gondolom, hogy ez nem releváns. És én akkor arra kérném a képviselőtestületet, hogy akkor most legyenek kedvesek, döntsék el, hogy majd a következő HEP-nél milyen metodikát vegyünk alapul.
Még egy kérdés, bocsánat, csak ez az 1000 fős csökkenés 5 év alatt, vagy 6 év alatt, ez miből jött ki? Szerintem abszolút releváns. Szerintem abszolút. Dr. úr házi orvosként most már más területen praktizálva, de hogyha beszél a házi orvos kollégáival, szerintem itt az elmúlt, főleg az elmúlt 3-4 esztendőben szerintem bőven megtörtént ez a halálozási arány eset, és nem csak halálozás tekintetében elköltöztek, történtek beköltözések is, de azért azt gondolom, hogy volt egy nagyobb mozgás tekintetben. Tehát én ezt relevánsnak látom abszolút. Bocsánat, polgármester, aztán csak van egy táblázat ugyanúgy, ami azt mutatja, hogy többen születtek, mint ahányan haltak meg. De is költözhettek. Azt nem számolja a táblázat, hogy esetleg hányan költöztek el. Jó, akkor lakcímkártya szerint, vagy valamilyen pontos adatot is kérünk a következő HEP-nél. Tehát nem akkor most jegyző kérésének, legyenek, akkor hogy, tegyünk eleget, hogy... Igen, hogy lássuk, hogy pontosan hányan laknak Bicskén, mert én nekem ebből nem derül ki. Pedig rászántam 2-3 órát, és nem derül ki, hogy pontosan hányan, körülbelül legalábbis, mert az egyik táblázatban azt írja, hogy 11.200, a másik táblázatban meg kiderül, hogy 12.300, és akkor én nekem még most se értem, hogy hányan laknak most én. Biztos, hogy lakott már, szerintem. Anyadik oldalon van, bocsánat, a táblázat. Képviselő úr. Köszönöm szépen. Szerintem nem lesz soha pontos adatunk, kettő okból kifolyólag az egyik, amit Jedző úr mondott, ugye ez társadalomtudományi szempontból készült, és nem statisztikailag. Tehát már önmagában az, hogy állandó lakcímmel rendelkezik, vagy tartózkodási helyel, vagy állandó lakcímmel nincs itt, vagy állandó lakcím nélkül tartózkodik itt. Tehát egy körülbelül 12.000 lakosú város életében, ezt ha azt mondjuk, hogy 5%, és 5% biztosan van, akkor már is ezt a pontatlanságot elértük. A másik, hogyha csak a saját körzetemet nézem meg, az elmúlt 4 évben 60 idős polgártársunk hunyt el. Tehát 60. És én gondolom, hogy nem rosszabb a halálozási arány az én körzetemben sem, mint a másik 7-ben. Ha ezt felszorolózzuk, az is már egy több százas számot tesz ki. Tehát szerintem ha egyetértesz vele, doktor úr, akkor engedjük el ezt a különbséget, mert én is úgy érzem, hogy nincs meghatározó jelentősége a program szempontjából, hiszen az tendenciákat vizsgál. Ha hirtelen a városunknak a lakossága mondjuk 2-3 ezer fővel csökkenne, na azon érdemes lenne elgondolkodni, hogy vajon ennek mi az oka. De ebben egy munkavállalási hullám, egy nagyobb korosztály, aki hirtelen megkezdi a felsőfokú tanulmányait, szóval rengeteg olyan változó lehet, amit képtelenség pontosan megbecsülni, ráadásul napról napra változik is. Köszönöm, polgármester asszony, a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. No, én is egyetértek azzal, amit Bárányos képviselő társam felvetett. Ezt mindenféleképpen arra kérem önöket, hogy próbáljuk meg most így ebben a formában elfogadni, és a jövőre való tekintettel viszont akkor fogalmazzák meg nekem mondjuk egy hét múlva, de ki fogunk küldeni akkor egy levelet, hogy legyen az önök által meghatározott szempontok alapján is összeállítva a HEP, és akkor nyilván fogunk kapni egy olyan információ bázist, ami a kíváncsiságunkat vagy a tudásunkat kielégíti. Igen. Ez most is adott volt ugye a képviselőtestület tagjai számára, tehát ilyen metodikát is lehet akkor ajánlani polgármester asszonynak arra a levelére, amit kiküld. Még egy javaslatom van, bocsánat csak, hogy ezt a tanulmányt, ez annyira szép, annyira összetett, hogy ezt akár a Bicskei Újságban is időnként lehetne belőle megjelentetni, hogy egyrészt Bicske történelmével, és a jelenlegi helyzettel, jövővel, tehát időnként lehetne említeni. A honlapon ez megtalálható, ez ott, tehát eléri bárki, akinek erre szüksége van, vagy szeretné ezt tanulmányozni. Nyilván a javaslat nem rossz, de szerencsére azért van annyi tartalmunk, hogy a Bicskei Újságot azt ki tudjuk tölteni a tekintetben.
Jó, köszönöm szépen, hogyha nincs egyéb javaslat, akkor közben a jegyzőkönyvnek jelezném, hogy 12 főre bővült a testület, megérkezett Németh Tibor képviselőtársunk. Arra szeretném kérni önöket, aki elfogadja a határozati javaslatot, az most jelezze. 12, igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, Bicskevárosi Óvoda 2023-28-as évre szóló továbbképzési programjáról, 2023 évi beiratkozási tervéről és a 2023-24 nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról szóló előterjesztés. A Humán Erőforrások Bizottsága már elfogadta korábban az óvoda munkatervét, amely tartalmazta a beiratkozási időpontot is. A leendő Mandulág református óvoda kérése okán volt szükség arra, hogy újra a képviselő társaim elé kerüljön ez a napi rend az óvodai beiratás dátumának módosítása okán. A Humán Erőforrások Bizottsága módosította a döntést az én információim szerint. Ugye az előbb ők tárgyalták, a testület tehát nem május elején, tehát arról döntöttek, hogy vagy tettek javaslatot, hogy nem május elején, hanem május 15-én, 16-án és 17-én történjen az óvodai beiratkozás. Én arra szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy támogassuk ezt a javaslatot, ugyanis erre azért van szükség, hogy a református óvoda vélhetőleg addigra be tud szerezni minden olyan engedélyt, hogy az ő óvodájuk is el tudjon szeptembertől indulni, hogy az óvodai beiratást meg tudják tartani. Úgy gondolom, hogy a városomban fog működni ez az óvoda, és ezt a kérésüket abszolút befogadtuk, elfogadtuk, hiszen mindannyiunknak az érdeke az, hogy ez az intézmény is zökkenőmentesen el tudjon indulni. Köszönöm szépen, és akkor még a Humán Erőforrások Bizottságától azt szeretném megkezdeni elnök asszonytól, hogy milyen formában egyhangulag történt meg a támogatás. Jó, tehát akkor 5 igennel. Köszönöm szépen. Megnyitom napirend felett a vitát, képviselőtársaimat illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt, akkor arra kérem önöket, hogy döntsünk a határozati javaslatokról. Igen, hát kell egyszer döntenünk a továbbképzési programról és a beiratkozási tervről, igen, és akkor ugye ennek a módosításáról kell dönteni, tehát csak a beiratkozás időpontjának meghatározásáról, amit az előbb mondtam, május 15-16-17, 8-tól 17 óráig várják a beiratkozandó szülőket és gyermekeiket az óvodában. Ugye jól mondtam, Erzsike? Köszönöm, tehát akkor 8 és 17 óra között van erre lehetőségük a lendőbeli óvodás szülőknek. Köszönöm szépen. Aki ezt tudja támogatni, ezt kérem, hogy jelezze. Ez 12. Igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által 2022 évre készített éves költség beszámolójáról szól. Ugye a jogszabály kötelez arra, hogy a közszolgáltatót, hogy a tevékenységéről évente részletes költség elszámolást készítsen, amely a közszolgáltató el is készített, és ez itt van előttünk. Az előterjesztést nem tárgyalta a bizottság. Hát, ahogy láthatja a kedves képviselőtestület, nem vitték túlzásba a bicskeiek ezt a szolgáltatás igénybevételét. Nyilván itt azért az elmúlt időszakban bővült a hálózat is, és reméljük, hogy minden rendes, szorgalmas bicskei, aki tehette, rákötötte erre a hálózatra, és azért van előttünk ilyen kevés adat. Az előterjesztést nem tárgyalt a bizottság, megnyitom a napi rend felett a vitát, képviselőtársaimat illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt, akkor arra kérem önöket, aki a határozati javaslatot támogatja, az most jelezze. Ez 12, igen, köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk az Egyesített Családsegítés Gondozási Központ, Kapcsolatközpont, Gondozási Központ, Szakmai Egység és Bölcsődei Szakmai Egység önköltségének meghatározásáról és az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 13/2017 március 29-i önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés.
önkormányzatunk kiemelt célja, hogy a költségvetési szervei által nyújtott szolgáltatásokért a lehető legkedvezőbb árat fizessék a Bicske város lakói. Ez azonban azzal jár, hogy a bicskei adófizetők közpénzét is fel kell használni az intézmények működtetéséhez. E kényes egyensúly megteremtése azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb feladata a képviselő testületnek, de most a kialakult helyzet miatt muszáj olyan döntést hoznunk, amit nem biztos, hogy mindig jó, nem biztos, hogy jó szívvel szavaz meg az ember, hiszen emelésről kell döntenünk ahhoz, hogy az eddig elért színvonal tudjon működni, és hogy ezt a szolgáltatást ezen a színvonalon tudják igénybe venni azok, akik ezzel élni kívánnak. Az intézményi térítési díjakat a kapcsolatközpont, gondozási központ által nyújtott szolgáltatások esetén így kénytelenek vagyunk a határozati javaslatban szereplő megemelkedett önköltségi ára tekintettel a jelenlegihez képest 20%-kal megnövelni. A bölcsöde tekintetében viszont eltekintenénk ettől, hiszen ott az elmúlt év végén ott a gondozási díjon nagyon keményen kellett emelnünk az előírásoknak, hogy az előírásoknak megfeleljünk, és én azt tudom most jelenleg mondani, hogy addig, amíg lehetőségünk van rá, ezt nem nagyon szeretnénk tovább emelni. Úgyhogy hát egy elég nehéz és nehézkes téma, inkább mondjuk ezt így, vagy nehéz téma, de muszáj ezzel is foglalkozunk, nem lehet az mindig, hogy csak jó és kedvező döntéseket tudjon hozni a testület. Az előterjesztést nem tárgyalta a bizottság, képviselőtársaimat illeti meg a szó, megnyitom a napi rend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, itt két határozati javaslatot kell hoznunk, hogy megkérem önöket, hogy aki, vagy bocsánat, egy határozati javaslatot és egy rendeletet, megkérem önöket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az most jelezze. Ez 12. Igen, és aki a rendelet tervezettel egyetért, az most jelezze. Ez is 12. Igen, nagyon szépen köszönöm. És akkor egy másik napirendi pontunk, ami szintén nem olyan kellemes, intézményi étkezés térítési díjának megállapításához szükséges nyersanyagköltség és önköltség meghatározásáról szóló, és az intézményi étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 12/2017 március 22-e önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Tehát ahogy az előzőekben kihangsúlyoztam, hogy ez egy falsős és igen nehéz napirendi pont szintén, tekintettel arra, hogy az étkezési térítési díj összegének jogszabályban meghatározott felső határa az önköltségi ár, azonban korábban általában képviselőtestület ezt a módszert alkalmazta, hogy a térítési díj a nyersanyagköltség és az áfa szorzataként határozza meg. E módszer alkalmazása jelen helyzetben közel 50%-os térítési díj emelést mutatna, ezért arra teszek javaslatot, hogy ez a térítési díj mérsékeltebb emelésre kerüljön, csak ennek az emelésnek a mértéke 20%-os legyen. Tehát ne terheljük meg annyira a családokat, hogy 50%-kal megemeljük addig, amíg ezt ki tudjuk gazdálkodni, ki tudjuk a költségvetésünkbe leszorítani, addig úgy gondolom, hogy ne rójunk nagyobb terhet a családokra. Az előterjesztés nem tárgyalt a bizottság, megnyitom a napi rend felett a vitát, képviselőtársaimat illeti meg a szó. Dániel? Köszönöm a szót, csak azután szeretnék érdeklődni, ez körülbelül nagyságrendileg éves szinten a költségvetésnek mekkora részét beszélni. Most az emelés, vagy általában a... Az, hogy lesz ugye most már különbség az alapanyag plusz az áfa, nem terheljük át az egészet a szolgáltatást igénybevevőkre, tehát milyen költségvonzata van ez a költségvetésre? Pillanatja, egy zónak bocsánat, tehát a képviselőtestület eddig is azt a metódust választotta, hogy próbálta közelíteni, tehát az intézmény, vagy az étkezési térítési díj az a nyersanyag költség plusz áfa volt nagyjából. De nem mindig ezt a metódust alkalmazta. Tehát ugye volt sok olyan év, amikor nem emelt egyáltalán
térítési díjat. Tehát ugye ez az 50%, ez most nem azt jelenti, hogy 50%-kal ment föl minden nyersanyag, hanem a korábbi nem emelést, hogyha szeretnénk most szinten tartani, az járna 50%-kal. Tehát ugye a képviselőtestület akár olyan módszert is alkalmazhat, hogy minden évben egy picivel emel. Vagy ha csökkenteni kell, akkor picivel csökkent. De ugye most volt jó pár olyan év, amikor abszolút ehhez nem lett hozzányúlva. Egyébként a két szélső érték, az ugye a 0 forint, amiért adhatja a képviselőtestület a térítési díjat, illetve maga az önköltségi ár. A kettő között a képviselőtestület bármit választhat. Itt helyben ez volt eddig a szokás, hogy a nyersanyag költséget választotta nagyjából a képviselőtestület térítési díjnak. Számszakilag azt Enikő el tudod mondani körülbelül egyébként, hogy vagy a mennyit kell saját pénzből beletolni az intézmény fenntartásba, cakli-pakli. 10 millió forint. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogyha nincs egyéb kérdés, akkor itt 9 határozati javaslatról kell döntenünk. Én olvasom, hogy melyik egységnek a nyersanyagköltség megállapításáról van szó, és kérem majd, hogy szavazzanak. Tehát az első határozati javaslat Bicskeváros óvodai étkezési és egyesített családsegítő gondozási központ, kapcsolatközpont, bölcsődei szakmai egység, bölcsődei étkezés nyersanyagköltség megállapításáról szól ez a határozat. Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy most jelezze. Ez 12 igen, köszönöm. Következő kettes számú határozati javaslat Bicskei Csokonai Vitézmény általános iskola 2023. április 1-i napjától hatályos étkezési nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most jelezze. 12 igen, köszönöm. A harmadik hármas számú határozati javaslat Móri Gárdonyi Géza óvoda általános iskola szakiskola készségfejlesztő iskola és egymi bicskei tagintézménye 2023. április 1. napjától hatályos étkezési nyersanyagköltség megállapításáról szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most jelezze. Ez 12 igen. Negyedik határozati javaslat az egységesített családsegítő és gondozási központ, kapcsolatközpont, gondozási központ szakmai egység étkezés nyersanyagköltségének megállapításáról szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most jelezze. Ez 12. Igen. Az ötödik határozati javaslat az óvodai intézményi étkezés térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről szóló határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, az most jelezze. 12. Igen. A hatodik határozati javaslat az általános iskola intézményi étkezési térítési díjak megállapításához szükséges önköltségről. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most jelezze. 12. Igen. A hetedik határozati javaslat a Móri Gárdonyi Géza óvoda általános iskola szakiskola készségfejlesztő iskola és egymi bicskei tagintézménye intézményi étkezési térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről. Aki ezzel egyetért, most jelezze. 12. Igen. A nyolcadik határozati javaslat az egyesített családsegítő és gondozási központ, kapcsolatközpont, gondozási központ szakmai egység szociális étkezési térítési díjának megállapításához szükséges önköltségről. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most jelezze. 12. Igen. És végül a 9. határozati javaslat az egyesített családsegítő és gondozási központ, kapcsolatközpont, bölcsöde szakmai egység étkezési térítési díjának megállapítása szükséges önköltségről szól határozati javaslat. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy most jelezze. Köszönöm szépen. Ez 12. Igen. És akkor még egy szavazás van ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatban, hogy kérem, aki a rendelet tervezett módosítással egyetért, az most jelezze. 12. Igen. Köszönöm szépen.
A következő napi rendi pontunk a köztisztviselő illetmény alapról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Ugye a képviselőtestület 2019 óta minden évben él ezzel a lehetőségével, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetmény alapját a költségvetési törvényben meghatározott 38.650 forintnál magasabb összegben 50.000 forintban állapítja meg. Az első egy-két évben ez ténylegesen segített is, a humán erőforrás megtartó képességet jelentett, azonban az utóbbi néhány évben a munkaerőpiac folyamatosan olyan nehézségeket okoz számunkra a változásával, ami a humán erőforrás megtartó képességét kizárólag személyi illetmény alkalmazásával tudtuk csak elérni. Az álláspályázatainkra jelentkezők azonban nem, tehát akik jelentkeznek, nem lehet rögtön személyi illetménnyel kinevezni, hiszen a közszolgálati tisztviselőről szóló törvény ezt kizárólag minősítés után engedélyezi, ugye, ami a próbaidő elteltével van erre lehetőség, tehát ezután tudja a vezetője értékelni, és ezután tud jegyző úr döntést hozni. És hát így ebből kifolyólag azt gondolom, hogy azt képviselőtársaim is láthatják, hogy igen, megcsappant a hivatal kollektívája. Fiatal kollégáink választanak olyan piacon jogképes cégeket, akik mondjuk egy háromszoros fizetéssel el tudja innen csábítani, tehát igen nehéz a hivatal fizetés szempontjából a hivatal megtartó ereje, és azért is gondoltuk, hogy mindenféleképpen erre az emelésre szükség van, ahhoz, hogy mi magunk is minőségi munkát tudjunk végezni, hogy minőségi anyagokból tudjunk felkészülni a testületi ülésre, tehát a hivatal minden területén szükség van a jól képzett munkaerőre, de ez szükség van arra ahhoz, hogy ezeket a költségeinket mindenféleképpen megemeljük. És ugye az előterjesztésben olvashatták képviselőtársaim, hogy ezt az 50.000 forintról 80.000 forintra javasoljuk, hogy ezt mindenféleképpen emeljük meg ennyivel, és akkor ennek tükrében bízunk abban, hogy a hozzánk érkező új kollégák, jó szakemberek szívesen itt tudnak maradni, szívesen tudnak igent mondani az állásinterjúkor, amikor meghallják, hogy mi is az a fizetés, amiért szeretnénk, hogyha a munkatársaink lennének. És ugye ez továbbiakban az illetmény alap megemelésének hatása van a kafetériára is, tehát erre a juttatásra is kihat, ami most jelenleg bruttó 250.000 forintot jelent évente, ez 400.000 forintra emelkedne személyenként. Ez az itt az általam elmondottak körülbelül olyan 10-12 millió forint többletkiadást jelentenének a költségvetésünkre. Nem akarok előre szaladni, csak hogy bebiztosítsam önöket. Tehát a következő napirendi pontunknak a pozitív elbírálása vagy elfogadása esetén talán a forrást is tudnánk erre a történetre biztosítani, és akkor itt ténylegesen biztonságosabban tudnánk, vagy jó szívvel tudnánk ajánlani a hozzánk érkezőknek ezt a munkahelyet, hogy fizetés szempontjából is jó lehessen nálunk dolgozni. Az előterjesztést nem tárgyalt a bizottság, megnyitom a napirend felett a vitát, képviselőtársaimat illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt, akkor arra kérem önöket, hogy aki a rendelettervezett módosítással egyetért, az és elfogadja a rendelet módosítását, az most jelezze. Ez 12, igen. Köszönöm szépen. No, és akkor, amiről az előbb jeleztem önöknek, ez a most ki fogja osztani, akkor itt egy 5 perc szünetet elrendelek addig, amíg áttanulmányozzák a javaslatot. Sikerült áttanulmányozni? Köszönöm szépen, akkor mehetünk tovább. Tehát a következő napirendi pontunk Bicskeváros önkormányzata szabad pénzeszközmények bankbetét lekötéséről szóló előterjesztés. A jelenlegi gazdasági
környezetben önkormányzatunk akkor jár el jó gazda gondosságával, hogyha és őrzi meg az önkormányzati vagyont, hogyha a rendelkezésre álló valamennyi szabad pénzeszközét a lehető legbiztonságosabb módon befekteti. Erre népszerű lehetőség a banki lekötés, és ezért is kértünk a ajánlatot a számlavezető bankoktól. Azért került ma kiosztásra ez az előterjesztés, mert ez teljesen friss ma reggeli ajánlat, ezért is lett pótanyagként kiosztva. És hát láthatják ebben képviselőtársaim, hogy az egy hónapos lekötése 12,86%-os kamatot ígér, és hogy az előterjesztésben is olvashatják, hogy milyen forrásokból is kívánjuk ezeket a lekötéseket megoldani. Én arra teszek javaslatot, hogy a vízi közmű bankszámláról 400 millió forintot, és a költségvetési elszámolási bankszámláról 1 milliárd forintot kössünk le a számlavezető pénzintézetünknél egy hónapra. Ez tervezetten az önkormányzatunknak az elkövetkezendő 60 vagy a 30 napban lesz olyan költségvállalása, amiért szükségünk lenne ezekre a pénzeszközökre, és úgy gondolom, hogy akkor tényleg jól cselekszünk, hogyha ebből a lekötésből lesz egy kis plusz bevételünk. Az előterjesztést a gazdálkodási bizottság tárgyalta, megkérem elnök urat, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület, a bizottságunk 4 igennel támogatja az előterjesztést, 4 igennel. Ugye nagyjából 1,4 milliárd forintnál ezzel a várható kamattal olyan havi 15 millió forintot tudunk realizálni. Kiemelném a határozati javaslatnak a negyedik pontját, ami úgy végződik, hogy a futamidő letelte után ismételten leköthesse automatikusan, tehát ne kelljen újra önkormányzati döntést hozni erről. Nyilván az aktuális helyzettől adódóan egészben vagy részben ezt az összeget. Kérem, hogy támogassák az előterjesztést. Köszönöm a szót, polgármester asszony. Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend felett a vitát, képviselőtársaimnak illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt, akkor arra kérem önöket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, és megköszönöm elnök úrnak, hogy felhívta a képviselőtársaim figyelmét, hiszen ez egy fontos dolog lehet az önkormányzat életében, vagy lehetőség, hogy ezzel tudjunk akkor így élni, hogy aki ezt a javaslatot így el tudja fogadni, azt kérem, hogy jelezze. Ez 12, igen. Köszönöm szépen. A következő napirendi pontunk Gerecse House Kft. És a VNT Project Kft. Víz és szennyvíz vezetékének közszíló felajánlásáról szól. Ugye képviselőtársaim előtt ismeretes már ez a két cég tevékenysége, hiszen már sokadik alkalommal tárgyaljuk a velük kapcsolatos döntéseket itt a testületi ülésen, hiszen volt már rendezési terv, módosítás, tehát döntöttünk ezügyben is velük kapcsolatban. Ugye a televízió nézőknek mondanám, hogyha esetleg még nem tudatosodott mindenkiben, ez az az építkezés, amit az Egyesútról bekanyarodva a Kanizsai út végén épülnek ezek a cégek, és ők kérik ezt a, tehát ez is a beruházásoknak, a fejlesztésüknek egy része, hogy közüzemi struktúrájuk fejlesztése zajlik, és ők felajánlották, hogyha megépítik ezt a vízhálózatot, akkor ezt a vezetékjog tulajdonjogáról lemondanak, és a későbbi üzemeltetésre átadnák a városnak. De mivel Bicskeváros vízi közmű rendszerét a Fehérvíz ZRT üzemelteti, vagyis az átvételt követően ez a hálózati részhez fog tartozni, a társaság fogja tudni ezt üzemeltetni. Az előterjesztést a gazdálkodási bizottság tárgyalta, megkérem elnök urat, hogy tájékoztassa a testületet a bizottság véleményéről, a döntéséről. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő testület. Bizottságnak egy fontos kérdése volt, hogy kapacitásbeli problémát okoz-e ez a szennyvíz tisztító telepnél. Azt a választ kaptuk, hogy ilyen probléma nem áll fenn, úgyhogy a bizottságunk 4 igennel támogatja az előterjesztést. Köszönöm, polgármester asszony. Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend felette a vitát, képviselő társaimat illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt. Akkor arra kérem önöket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, az most jelezze. Ez 12. Igen.
Köszönöm szépen. Következő napirendi pontom Bicske-Csapdimány bányakúthoz csatlakozó vízvezeték tulajdonosi hozzájárulásról szól a terjesztés. Önkormányzatunkhoz a közműfejlesztési terv és kérelem érkezett, miszerint Vasztai puszta környezetében egy vállalkozó az ingatlanjainak a vízellátása érdekében meglévő közüzemi vezetékre szeretne csatlakozni. Tekintettel arra, hogy a Mánybányakút vízi közmű rendszer önkormányzatunk résztulajdonában áll, ezért szükséges a képviselőtestület döntése. Az előterjesztést szintén a gazdálkodási bizottság tárgyalta. Megkérem elnök urat, hogy ismertesse velünk a bizottság véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtestület. A bizottságunk 4 igennel támogatja ezt az előterjesztést. A fent nevezett kútnak tulajdonosai vagyunk egyharmadban, ugyanakkor ez a kút Bicskére nem táplál be vizet, tehát Bicske vízellátását semmilyen szempontból sem befolyásolja. Köszönöm szépen, polgármester asszony! Köszönöm szépen, elnök úr, megnyitom a napirend felett a vitát, önöket illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt, akkor arra kérem önöket, aki a határozati javaslattal egyetért, az most jelezze. Ez 12, igen. Köszönöm szépen! Következő napirendi pontunk a 2023 évi Bicskei Napok programsorozatának megszervezéséről szóló előterjesztés. Ahogy képviselőtársaim előtt ismert, immáron ez az idei esztendőben a 40. évfordulója Bicskei Napoknak. Nyilván itt a Covid miatt van egy kis elcsúszás, de szerencsére megértük ezt is, hogy 40 éves lett ez a program. Ennek a programnak az időpontja 2023. május 18-ától 21-ig tartana. Ugyanúgy, ahogy ez a korábbi időszakban is megszervezésre került, a Művelődési Ház a felelőse ennek a program megszervezésének. Takács József intézményvezető elénk is terjesztette ezt a programot, aminek láthatjuk az összetételét. Nyilván a 23 évi költségvetésben terveztünk erre vonatkozóan, tehát a költségvetés rendelkezésünkre áll, és ugye az is ismeretes képviselőtársaim előtt, ami az önkormányzati költségvetést is még pluszban terhel, ugye ezt is megterveztük, vagy beterveztük a költségvetés tervezésekor, vagy elfogadásakor. A testvértelepüléseink ilyenkor kerülnek meghívásra és vendéglátásra, tehát ilyenkor van lehetőségünk találkozni a testvértelepülésen élő kollégáinkkal, ismerőseinkkel. Van, akinek már barátként emlegetett, vagy barátként tartott emberi kapcsolatai vannak, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos egy település életében. Az előterjesztést a Human Erőforrások Bizottsága tárgyalta. Megkérem elnök asszonyt, hogy ismertesse velünk a bizottság véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester asszony. Öt igennel támogatta bizottságunk a határozati javaslatot. Bizottsági véleményben nem foglaltuk ugyan, de azt kértük igazgató úrtól, hogy tekintettel arra, hogy ezért ez egy ünnepi rendezvénysorozat, amelyben egyik Bicskei Napok, hogy a protokollban a megjelenésében a rendezvénynek azért ez hangsúlyosan jelenjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend felett a vitát, képviselőtársaimat illeti meg a szó. Nem látok jelentkezőt, arra kérem akkor önöket, hogy aki a határozati javaslatot támogatja, az most jelezze. Ez 12, igen. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a Bicskei Tornaklub Egyesület által tulajdonosi hozzájárulás tárgyában benyújtott kérelemről szóló előterjesztés. Megvárjuk hozzát, mint kiosztja. Legyenek kedvesek találkozni. Tehát a következő napirendi pontunk a Bicskei Tornaklub Egyesület által tulajdonosi hozzájárulási tárgyban bejutott kérelemről van szó. Ahogy a képviselőtársaim is látják, ez két levélformájában érkezik, de mi egyben fogjuk a döntést meghozni.
tehát a Bicskei Tornaklubtól érkezett tulajdonosi hozzájárulásról kell most döntenünk. A BTC elnöke kérte, hogy a TAO források maradvány összegeinek felhasználásával történő felújításhoz járuljon hozzá a képviselőtestület, mint a Bicskei 526/33-as helyrőzi számú ingatlan résztulajdonosa. Továbbá járuljon hozzá ugyanezen ingatlanon létesítő pumpapályához is, mint tulajdonos. Az előterjesztést a gazdálkodási bizottság tárgyalta, megkérem elnök urat, hogy ismertesse velünk a bizottság véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, mivel ez további elkötelezettséget, pénzügyi kötelezettséget önkormányzatunk felé nem jelent, és mind a két terv ez hasznos lehet Bicskei közössége számára, ezért a bizottság négynél támogatja az előterjesztést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy elnök úr pontosan megfogalmazta itt a lényeget, tehát hogy nekünk nincs egyéb kötelezettségünk ezzel kapcsolatban, tehát egyéb terhet nem ró ránk anyagilag, gazdaságilag, ám de a fejlődésnek soha nem vagyunk a gátjában. Örülünk, hogyha egy ilyen, még inkább fejlődik az út meglévő létesítmény, és hogy a bicskeieknek lehetőségük lesz itt legalább egy pumpapálya használatára. Úgyhogy megnyitom a napirend felett a vitát, önöket illeti meg a szó. Dániel? Köszönöm a szót. Ahogy bizottsági elnök úr is mondta, mivel nem származik ebből semmilyen kötelezettségünk, ez szerintem is egy támogatandó cél. Mindössze annyi kérdésem lenne, hogy ha jól emlékszem, akkor az önkormányzat is tervezett extrém sportpályát Bicskén. Mit jelent ez a pumpapálya erre a tervezett extrém sportpályára nézve? Annyit tudok elmondani, hogy ahogy olvashatja itt az elnök úr levelében, hogy a programba, ahova ezt a pályázatot be lehetett nyújtani, az Országos Bringa Park Program 2023-ban, tehát ennek a keretében van lehetőség a megvalósulásra, ide kellett mindenkinek pályázni, hozzánk nem érkezett sem hiánypótlás, sem eredményközlés. Nem tudjuk, várjuk a programról érkező választ. Ők ennyivel előrébb vannak, nekik már hiánypótlást kellett benyújtani. Köszönöm szépen. Jó. Van egyéb kérdés? Nincs, nem látok ilyet, akkor arra kérem önöket, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, és a tulajdonosi hozzájárulás odaítélését tudja támogatni, az most jelezze. Ez 12, igen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen képviselőtársaimnak, az utolsó napirendi ponthoz érkeztünk a mai nyílt ülésen, ez pedig a képviselői bejelentések. Önöket illeti meg a szó, hogyha van bejelenteni valójuk, akkor most ezt meg tudják tenni. Dániel? Köszönöm, nekem kérdésem lenne igazából a rendelőintézet kapcsán. Ugye országosan sajtóban rendszeresek most ezek a hírek, hogy egy-egy önkormányzat hogy döntött, hogy átadja állami fenntartásba a rendelőintézetét, vagy megtartja önkormányzati keretek között, és ezután szeretnék érdeklődni, hogy van-e terv, van-e döntés már Bicskén ezzel kapcsolatban. Döntés az itt születne, de viszont a múlt héten, vagy előző héten? Előző héten jött egy levél erre vonatkozólag, hogy nyilatkozzunk, hogy kívánjuk-e, vagy nem kívánjuk. Nem kíván testületi döntés, tehát én polgármesterként nyilatkoztam, Balogh doktor úrral, mi ezzel már igen régóta, majdnem napi kontaktban vagyunk, úgy, mint hogy az előbb kérdezte a zöldviskével kapcsolatban, tehát a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, és én első körben azt jeleztem, hogy a város nem kívánja leadni, hiszen a múltkor beszélgettünk képviselőkkel együtt, ugye közösen a rendelő gazdasági fejlesztésével kapcsolatban.
az én megítélésem szerint azon kevés szakrendelők közé tartozik a bicskei rendelő, aki abszolút stabil lábakon áll, és el tudja, fel tudja magát tartani, és el tudja magát kormányozni, hogyha van választási lehetőség a tekintetben, hogy a bicskei szakrendelő önkormányzati fenntartás alatt maradjon a továbbiakban. Jelen helyzetben én erről tettem nyilatkozatot, nyilván, ha kell majd testületi döntés, akkor a testület is meg tudja ezt tárgyalni, és meg tudja hozni erre vonatkozólag a döntését. Tehát jelen állapotban mi arról nyilatkoztuk, vagy én polgármesterként arról nyilatkoztam, hogy mi meg kívánjuk tartani ezt a szakrendelést a város fenntartása alatt. De ha bármi változás van úgyis, tehát nyilván, ha kell, akkor úgyis együtt kell döntést hozni. Egyelőre ez csak egy ilyen felmérés volt, hogy mondom, hogy mire lehet számítani az önkormányzatok tekintetében. Köszönöm. Más jelentkezést, jelentkezőt nem látok. Én szeretném megköszönni önöknek a mai konstruktív és hatékony munkát, és hogy az elején is jeleztem, hogy ilyen nagyon rugalmasan kezelték a múlt heti változásunkat. És egyben szeretném felhívni a figyelmüket, hogy április 22-én lesz országosan a TESZED akció az országban. Az illegális hulladék begyűjtéséről, és aztán majd a későbbi elszállításáról. Azt képviselő társaimnak tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy mi az elmúlt két évben 60 millió forintot költöttünk arra, hogy a városban itt-ott felbukkanó illegális hulladékkupacokat elszállítsuk, ezzel is vigyázva a környezetünket. Én nagyon sajnálom, hogy ennyire rosszul gondolkodnak a magyar emberek, hogy nem mérik fel annak a súlyát, hanem megfelelő helyre lerakott hulladék milyen károkat és nehézségeket okozhat majd a későbbiekben a környezetünknek. Ugye, ahogy szoktam mondani, szokták mások is mondani, hogy ez a föld nem a miénk, az unokáinktól, a gyermekeinktől kaptuk kölcsön, tehát vigyáznunk kellene rá. Tehát arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy az ismeretségi körükbe terjesszék ezt a lehetőséget, és legyünk minél többen, hogy minél több helyre tudjunk jutni Bicske területén, és ezeket az illegális szemét kupacokat vagy szemét hegyeket össze tudjuk szedni. A gyülekező 2023. április 22-én 9 órakor lesz itt a hivatal a hulájában, ahol ugye kell gyorsan egy gyors munkavidelmi oktatást tartani, azon ugye részt kell venni, megkapják a védő felszereléseket, zsákokat a csoportok, csapatok, és aztán utána lehet menni a kijelölt helyekre. Ezúton igazgatónak is szeretném jelezni, hogy az iskolákra ugyanúgy számítunk, ahogy a korábbiakban, de mivel most szombaton kezdődik az akció, nem pénteken, és eltart keddig, úgyhogy az iskolásokra majd hétfői napon, hogyha ezt megszerveznétek, azt nagyon megköszönném. Jó, tehát erre hívok és várok minden kedves bicskeit, és önökön keresztül pedig arra kérem, hogy népszerűsítsék ezt a rendezvényt, ami országos program. Köszönöm szépen a munkát, ezennel a nyilvános ülést bezárom. Megkérem a teremben tartózkodókat, hogy akiket nem érint a zárt ülés, azok legyenek kedvesek kifáradni, minél hamarabb tudjuk folytatni a munkát. Köszönöm szépen!